Köszöntöm Önöket a mai gyönyörű szép naposságon. A Magyar Főszikai Ügyőrség nevében elmondhatom, hogy a mai nap egy nagyobb emelés nap számunkra is, hiszen hosszú időt munkájának a gyümölcsének barátjuk. Az országaink és a városaink közötti baráti kapcsolat és együttműködés mindenki számára fontos. Ez bizonyítja az is, hogy Magyarországon tanul, hogy elhangzott 1949-ben az első ország, mely nem ismerte a kilőjét köztársaságot. Nem is ünnepelhetnénk méltóban ennek a diplomáciai kapcsolatfelvételnek a 70. évfordulóját, mint egy újabb közvetlen régiának megnyitásával Sanghaj és Budapest között. Magyarországon a turizmus 2010 óta folyamatosan növekszik, rekordszámokat döntünk minden egyes évben, és a kínai turisták látogatók terkilókultus látogatói az országunknak. Egy picit a számokról beszélve, 2018-ban 256 000 kínai vendég érkezett Magyarországra, ez több mint 12%-os növekedés jelent az egy évvel a korábbi számokhoz képest, és 2014-hez képest egyébként még úgy várjuk, hogy legalább 14-15%-on fog növekedni. Úgy gondolom, hogy a növekedés nem áll meg, és a mai nyelvnyitás még jobban segíteni fog ezt évben. Ezek a sikerek azoknak is köszönhető, hogy Magyarország biztonságos a szél, abban hatalmas lendülettel indultak meg a turisztikai fejlesztések is. Fejlesztjük a szállodákat, ételmeket, 2019-ben Budapest elnyerte a European Best Destination címet, amelyet több mint 60 ezer nemzetközi utazó szavazott meg. Ezzel is mutatva Budapest mennyire kedvelt úti célja most már Európában. Azt valljuk, hogy Magyarország csak kimeríthetetlen forrása, és ezt az országmárkában és a nemzetközi kommunikációban kampányokat is hangsúlyozunk. 2018-20 évig indítottuk el a Bahamas-szigeten az új nemzetközi kampányainkat, amelynek egyik célpiaca Kína. Így önök is találkozhattak már a Hungary Investment of Wonders arcolattal, illetve azokkal a magyarországi tárgyakkal, e-mailekkel, hagyományokkal, amelyeket ezekben a kampányokra mutatunk be. Az EU kínai turisztikai évvalti tavalyi, amelynek kiemelt célja volt, hogy a kínai és európai idegenforgalmi ágazat közötti kapcsolatban erősítse, és a kínai turisták számára Európát a legvonzóbb nemzetközi célállomásnak tegye. Ezen célok elérésében Magyarország és Kína nagy előrelépéseket tett, mint ahogy ez már elhangzott. Az EU kínai turisztikai évad kapcsán számos sikeres projektet hajtottunk végre, amelyeket idén is folytatunk tovább. Márciusban magam is elkísértem azt a csapatot, akikkel több állomáson szélszakadókat, korosokat tartottunk, ezzel is népszerűsítve Magyarországon, Desztináció, Nyugat-Magyarországon és Kelet-Magyarországon is bemutatva. Ámkésben szintén részt vettem a harmadik magyar kínai logisztikai és turisztikai találkozón, ahol tovább mélyítettük kapcsolatainkat, és beszélgettünk arról, hogyan lehet továbbfejleszteni kulturális és turisztikai együttműködéseinket is. Most pedig kitérnék arra, hogy mi vár ránk az egy év második felében, és mivel erősítjük továbbá a kínai kapcsolatainkat és barátságunkat. Engedjék meg, hogy köszöntsem azt a média csoportot is, aki a mai nyelvettel érkezett, és akiknek tovább fogjuk megmutatni az országunkat, és akik reméljük, hogy tovább fogják bővíteni a kapcsolatainkat. Az őszi időszak folyamán további workshopokat fogunk tartani, ahol új desztinációkat fogunk megmutatni. A közepén járva segíteni fog minket abban, hogy még közel hozzá egymáshoz a két országot, a két népet, és még jövőben mellményítse barátságunkat. A Csárnyelisztel jelenleg csoportnak, és természetesen hazonlóan a Sanghaj Airlinesnak további sikereket kívánunk, és várjuk a Csárnyelisztel és Sanghaj Airlines által jövőben is lehet a Magyarországon. Köszönöm!